Mindenkinek. Így még igaz a lején, le tudjuk. Ki ne fuss. Pont jó. Üdvözlök mindenkit. Irány befelé. Abja jó. Közben beállítok mindent. Egy. Tökéletes. Marad. Minden rendben van, ez is megy. Gyönyörű, rahagy, úgy. Hangot le. Drop még van, hetedikig. Oké, le kell tudni még azt a 30 órát. Streameltem volna tegnap is, meg előtte is, meg azelőtt is. De most már hagyjuk. És még a részeges kamionsofőr stream is elmaradt, de ez még nem azt jelenti, hogy holnap ne pótolhatnám be. Vagy bármikor. Ez most így alakult. Jó, egyelőre akad a madár. Nézzük a random csapatot. Az össze kellett volna még vágnom kártya. Akkor azt most nem fogom megcsinálni, viszont az RNG még a segítségemre lesz. Ez már nem annyira rossz, így a háttérben még gyorsan. Ne nézzetek ide. De nézzétek ezt nyugodtan lehet nézni. 5-10-15, 20-25, 30-35, 40-45. 48, 1-től 48-ig mondjál egyet. 42. Rohadjál meg itt a magasat. Kucsószara. Ennek jó vége. És ezek is sorsoltuk azt, akarva akaratlanul, hogy kit fogunk fejleszteni Kuzsószárát. Jó karakter, de nem így akartam kisorsolni azt, hogy ki lesz. Vagy abban a négy közül, akinek 40. Gyűlölöm ezt az RNG-t. De tényleg, ez mindig a top 10%-ból ez a rakás szart. Jó, ez meg így borzalmas lesz, mert a legtetején... De random nem... Bőr... Random szám generátornak meri nevezni magát. Nem érdekel, most megcsinálom. A technológia basszus, a kalapba húzás még mindig korszerűbb. Esküszöm. Itt vagyok. Csak 48 számot fél felírok egy teppes papírra. Rohadjon meg. De tényleg. Valaki megkérdőjelezi a technológiát, jól teszi. Kalapba húzás még mindig messze sokkal jobb. Egy kicseszes random szám generátorra rábízni bármit. Sokáig fog tartani, de rohadjon meg ott, ahol van. Végig szenvedjük itt az új évbe. Első stream jobban nem is lehetne.
Hát is. Még hetes, de ezt már föl nem veszem. Hét. Mi volt? Kilenc. Tíz. 11, 12, 13, meg lesz. Tizennégy, 15, 16, 17, 18, 19. Húsz. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Megcsináltam volna a stream előtt is, de az nem én lennék. Huszonkilenc. 30. 31. Taka, kipaszott légy! 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, meg lesz. Harminckilenc, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a földön, plusz a 4 különböző traveler. Az egy ilyen kívül. Meg vagyunk. Csak be kell számozni. Rendes filtrökére kell esni, de nem baj, ez ceruzával lesz. Sok szart innen el. Tü-tü.
Egyébként ezt nyugodtan át lehet majd tekerni a vodon, nem muszáj rögtön emiatt elmenni, ugye? Ez nem a tévé. Itt lehet nyugodtan. Tíz már megvan. Tizenkettő. Tizenhárom. Tizennégy. Tizenöt. Tizenhat. 7 Jó, legfeljebb 20-ig, aztán a többit megcsinálom később. Persze nagyon hosszú ideig fog eltartani. Szóval... Jó, év eleje, ez még az előkészületeké, le van cseszve az egész. Ezeket kiveszem ideiglenesen. Ti gyertek ide be, két külön pohár kell majd hozzá. Meg 1-től 20-ig. Ne halljunk bele. Egy Geo Traveler, na jó, kezdünk. Igazán remek. Majd átváltjuk. Milyen, de amúgy a Geo Traveler-t most kiszedném, aztán majd a következőt, mert utálom a Geo változatát. A legrosszabb elv szerintem, amit ki lehetett találni a Travelernek. Nekem nagyon nem tetszik. Itt válogatok. Legyen Liza. Vagy várjuk. Ja, hülye vagyok, mert akkor... Jó, ha 4-es, akkor Mona. This is how it must be. Kivesszük. Tizenkettes. Forward to this. Egy hetes. Noel. Oh, how exciting! Jó, hogy hülye vagyok, mert... Oh. Jó, most a bányában vagyunk oda... Már megvannak oda a karakterek. Na mindegy, felejtsétek el. Megvannak hozzá a karakterek, ilyen fej... Sinót akartam még fejleszteni. Oh, hogy rohadt megvek.
akkor itó volt, élen, ők nincsenek meg. Hagyjuk a francba a random csapatot, én azt mondom. Mert már most utálom. I've been waiting for you for ages. És legfeljebb így. Na mindegy. Az új év felé ilyen káosz lesz mindez. Akkor már most törlöm a zsadornámat. Nem mindegy. Hagyjuk, inkább csináljuk meg a napikat. Gyorsan. Nem tudom, hogy fel vagy 60-as szinten. Talentjeit tudom beszerezni. Pont nem, de van pár. Flute van neki adva. De jó vagyok. Fejlesztés. Feronius szólt, biztos, hogy nincs Irosting, de akkor sikorája. Ez pont ebben a mentésben nincs. De van. Jó, szerintem Jean-nek adom át majd a Aquila Favoniát. Ezt meg swappolom. Nesztodik el Shinobunak, azt akkor rohadjon meg. Flute-ot biztos nagy nem ajánl, azt tudom. Olyan alsó szintet meg nem adok. Minden 4 csillagos. Hogy állok a bilékkel? Van rendes kard, jéj! Hány szintű ez a fegyver? Küszöbb 20-as. Jaj, de jó! Ki szólít? Mutassa magát! Kapcsolom szerintem. Csak említések, miért az összes üzenet volt beállítani, nem mindegy. Nagyon jók az alap beállítások. A
sehr hot. Tökéletes. Hát szerintem most fegyvert rablok. Szegrepésre szabad ajánl, nem? Fafajtát. Ellopom, bocsánat. Jó lesz. Acendál. Két kígyó mehetete. Sietünk. Jó, mi ad? Tök már! Remek, remek, remek! Miért van az, hogy belekortyoltam ebbe a pesgőbe és már szédülök? Vagy tudod, hogy hajnali egy óta vagyok ébren? Nem tudom melyik, mindegy. Nem is érdekel. Vagy tudod, hogy meg 2,5 éve streamlek? Hamarosan egy másik csatornára is, és a fülem is sipol. És még mindig nem tudok egy streamet rendesen megszerverrendszerezni. Megszerverrendszerezni, de jó szó. Mert én találtam ki azért. Na, ne! Mit nyomorgatok? Legfeljebb holnap csinálok egy... Ja, mert azt nem is mondtam, hogy a Gumison csatornán volt megbeszélés Discordon velük. Együtt velük. Közben az címet meg kéne változtatnom. Hát ez rohadtul nem random csapat, amit itt csinálok. Hogyan? Gyűsz! Kis geci! Hui! Gondoltam, hogy baj van a játékkal, de hogy ennyire? Humorosba tegyük el, szerintem. Mit csinálsz? Short videóhoz lesz már néhány dolog, de takarodj! De miért vagy ilyen szar minőségű, mert azt állítottam be, jól van. Nem baj. De utólag még nem lehet szerkeszteni.
Jó, szerintem inkább menjünk be gyorsan a bosshoz. Sinobut fejlesztük fel. Másleg írjuk át a címet. Mert ez rohadtul nem random csapat. Baromság eszembe jut, jó? Tökéletes. Kész. Atten. Meg se várja, még átírom, erre iszok. Egyébként holnap tervezek hívós játékot csinálni, jó a taxi-szimulátor közben. Itt a vezetés mindig jó. Tehát, hogy tegnap akartam, meg tegnap előtt is, meg inkább szilveszterre. De alvás problémáim miatt ezek mind elmaradtak, sajnos. Már rendbe jött. Érzem is legalább a pályát valahogy. Csak most már mondtam, megbeszélés volt a gumicson csatornán. Kicsit elment az idő. Még minden mást akartam, meg csak pont nem itt a vezetést. Gömb is illegális, ne csinálja senki, csak én itt. Egyelőre. Tis is megmondja, hogy lehet. És a titkos szabály az lesz, amit most elmondok, mert miért ne? Hogy? Mert egy kicsit kettőnk között elegem lett kezdett lenni abból, hogy az emberek kapcsolgatják az internetet, mint a tévét. Mikor néha valaki bejön, jó, elkapcsol, na akkor iszok. De csak akkor, amikor látom, hogy elkapcsol. Legyen, hogy legyen megszerkesztve, mert ez a mai nap rohadtul nem volt. Nyugi. Ledobbani csendben halkan. Jut eszembe, hogy nem váltottam nyelvet. Zseni vagyok. Legalább. Akkor átvehess még rá? Nem. Nem tudja. Ez jó. Mi jó, hogy épp hogy?
Kérdezj meg. Jó, pont nem tudtak megölni. Ez már jó. Szarti. Nem kell lesz. Bármi jobb. Könyörgöm. Ennél bármi jobb. Jó, inkább nem. Ennyi karakter a világon nincs. Megszűnik 100%. Igen, ez mehet. Többen vagy foglalkozok, ha akarok. Egyelőre kisül az agyam ezektől. Egyelőre mesterisebbek vannak benne, akkor azt alkalmazzuk úgy. Mi mesteri van itt benne? Nézed meg, még a mesteris build. Az hyperbloomos, ja. Ja, igen, ehhez kell nagyon a mesteri. Aerostinget ajánl nagyon. Hyperbloom build. Ja, akkor az jó, Dendroval nagyon jó a csapat így. Ide is jövünk többet. Ó, az expedíció, ne? Ó, hello, Danesz! Boldog új évet! Tele vagyunk ezzel. Mit akartam? Eleganciás az jó, jó sok, megvan itt minden, ahogy gondoltam, hogy kell. Elegancia. És van itt minden jó. Lilac, ez az. Jó, az legalább mehet. Sinó fejlesztés. Nem írtam be a címbe most. Hagyjuk a francba. Még menjünk egyet, addig a boss visszatöltődik. Ó, mondjuk gyenge karakter fejlesztek, szóval el kell. Többéket hol pecsó? Még van idejük. Aki addig legfeljebb a napit folytattam, ami talán beszélgetős. Talán hol van? Ha megtalálom? Lehet, hogy nem tudok számolni.
Közben volt a kutyapátosokkal egy streames megbeszélés, hogy mi az a csatornával, ki mit vállal. Ezért is kicsit késett a stream. Viszont holnapra lesz délután 3-kor egy baromság, fordítva. Genshin Impact délután 3-tól, és részegen vezetős Euro Truck Simulator 2-ös stream utána, miután végeztem. Már melegítek. Ott van a... Eddig a napikat. Napikat legfeljebb. Még ki is tudjam őket váltani. Megmondjuk. Nem tudom, hogy hívjam, barkácsolt rezinám van. Sose tudom, hogy hogy hívják. Mi vagy te, aranybogaram? Hol vagy? Hol vagy? Kondenz rezin, te kondenzátorfejű, te. Van egy panécsillagos, az miért nem használom ezeket? Szóval van 5 kondenz rezinem. Azokat... kimondani is rossz, de talán artifektekre el lehetne verni. Kivéve ezt, mert fölhízdalom. Végig az egész. Mehet. Tűzanatig. És ezeket nem fejlesztem. Miért csak húz... Igen, a... Hílelés nem ártana. Sanctification healing... Az teljesen maxos anyagom. Ha tudnám! Köszönjön meg! Önnen begyörőm! Na! Hogy van csak 83? Mert hajnalba kiváltottam, és meg volt egy boss, a 123, legalább töltötte, mint a pulykát. A Kimurika. Na. Na, na, na. Jut eszembe, bebányászok. Nem mondanám, hogy jobban hílel, de... Jó, 900 több a 800-nál, úgyhogy... Envid... Gyere, vedd elő, vedd elő! Nagyon gyorsan vedd elő. Tört, mert elkísérlek majd, várjál. Úgy. Szüpp! És átcsesszük a rendszert úgy, ahogy kell. És milyen okos, hogy elrejti a köveket, csak hogy azokból ne tudjak töltőgetni. Tails,
így elkapni. Közben azért mégiscsak utána néztem, milyen fejnek a Castellation élményeinek. C4-től van csak pajzsa. Sajnos. Ezzel a mentéssel olyan bátran őt nem merem használni. Bizony. Erre iszunk. Tusé. Engedj! Hát ez jó. Hát így elkaptam mind a kettőt. Nem tudom, mi baj volt. Megéri villogni. Ezt a mocskos tekerentyűt? Ami fény nem tekeredik, tök mindegy. Sajt, ide annyira ott van. Hogy inkább letagadom. Nulla per három. Miért van ez így? 10? Na azért van egy 10-es. Jó. Másik mentése is ugyanez. Így nem lehetett a 28. karakter, aki... Nem lehetett a 27. karakter, aki 90 szintű lesz. Helyette jó, mi a lett. Mert ez végre sikerült. Tomát megelőzve ezzel. Mert neki már elfogytak a kristályai. Közben én balgal legyőztem. De mi most? Na mindegy. Mert már megvolt minden talán. Ja. Pont azért. Az valószínű. De milyen jó, hogy össze-vissza teszi a karaktereket. Meg se találom őket sehol se, hogy... Úgy. Hát az a szend is. Hát 才能と実務経験、どちらも欠けてはならない。
megvan. És ebből lesz olyan fogyás. Mert most kiszámolom, mint nagy hülyén, 46. Megvan a szabály, mert besak nem mondom el. Jó, adjuk be, aztán majd legfeljebb veszek dolgokat. Gyere, pont azért hagytam oda. Favoni pont nem. Ha lenne, már nem lenne. Az jó lesz mindenképp. HP, bazza meg. Hát ezt már most látom, hogy ez borzalmas, ez legalább crit damage-es. Te takarod. 2, 4, 5, 5, 6. Jó, legfeljebb. Kami, ezt tudom, hogy bagatell, de azért elmesélem. Erről valahogy eszembe jutott az. Tényleg láttam valakit a beiglisítős vadon miatt így feliratkozott, aztán meglátta azt a videót, ahol felszeltelte, meg a végső simításokat megcsináltam, ott meg leiratkozott. A barom. Tényleg sportot űznek ebből. És ezzel meg tényleg nem tudják, hogy mit akarnak. Hú, ez jó. Nem, szar. Első videóban még nem jöttél rá. Beszarás, milyen emberek vannak. És akkor én is tudom használni úgy, ahogy kell. Nem, mert azt így kell. És akkor eltűnt minden. Pontosan. Közben mit csináljak? Még egy napi, még a Danes előtt. Egy pillanat. Ó, hogy a kövek. Ja,
kezd jaj, lövök te is! Örök élet, fél egészség. Na. Jó, gyorsan még a napi. Majd a végére. Mit a megtörtént a bányarablás? Szinte senki. Senki szinte. Mindig csak Gior kapok, pedig ebből is már tele vagyok. Pénzt meg csak akkor, hogyha Iron Sting-et csinálhatnék. Furinának megmaradjon a kardja. Sinomorog is legyen majd egy csere. Jó, akkor rögtön kettőt. Pillanat, még készül a kovács. Oltas. Pont ide. Nem akarok írni, csak azt a mászátot akartam. Hát érintőképernyő. Ó, Little Sayo is pont most. Cut. Úgy. Hello. Na, mindenki most. Jó. Két boss megvolt, lehet akár több. Megfej még egyszer, le tudjuk győzni, de nem tudom, hogy mi kell. Pillanatra lefagytunk. Jó, azt az Iron Sting-et megpróbálom. Feljebb teszem egy picit. Megnézzük, mi kell neki, és akkor talán lecseréljük. Az pont jó. Tönd. Várj is egy pillanat, csak váltok egy fegyvert. Elméletben. 40-es szinten bőven. Az én standardjainak megfelelő, úgyhogy gyűni fog. Pillanat. Nyugalom. Az anyád a lakkos. Azonnal. Ki bele? Nem ezt nézem. Hova? Az a 50-es. Ez is másabb, ezeket még nem is láttam. Jó. Hova tűnt?
Du, az normális, hogyha rendesen félek, hogy Raiden helyett más nyitok. Ebben nem vagyok szakértő. Mondjuk pánikbeteg vagyok, úgyhogy féltem én már eleget. Elektródák. Na, én is se tudok. Elektródaták. Ja, oké. A játék azt mondja, hogy Ayaka, és ő ugyanaz. Pedig tudjuk, hogy ő Iris. Nem tudja a játék. Ha nem kell össze tulippal, nem ő sem rossz, tényleg. De mi mindig csak a holnapi ivós vezetős, ittas vezetős Euro Truck Simulator szémű. Gondolkozok, hogy vagy mondják, hogy ne keverjem a piát, de még az, hogy van itthon viszki is, van itthon Pesgő, ugye? Mojito, meg minden, amit nem ittunk meg az utóbbi életében. Ezt csak el kell fogynia. Vagy akkor cseréljek? Befelé, a jégbe. Jó. Kondenzátor. Egy biztos, hogy nem elég. Talán négyet elkölthetek. Ja, közben Szajónak próbálok itt válaszolni. Ja, itt bármire.
Jó, legfeljebb. Nagyon rossz kor. Gyönyörű, egy, két, há, négy. Ebben a mentésben se volt, még jönne már. Legyél ilyen gyors. Már pusztul is. Jó erősek lettek. És legfeljebb még egyet, meg még van egy, és talán egy olyan talentra, amire még van pénz. Egyelőre bőven el vagyok a virágos artival. Fejleszgetni. Annyi, hogy egy gyors. Én is lehet már. Na, még két másodperc. Na, most már végig mehet az árosting. De talán még. Jó, ha talentet hagyjuk, inkább pénzt farmolok. Jöhet a menet, ahova enged befele. Jut eszembe, ott van lent egy disznóvágat. Már elég gyors vagy! Ja, nagyon. De mindig bányászni, de hagyjon meg akkor is. Te kis szár! Mennyi befelé, mennyi befelé, mennyi, úgy, pont, jó. Mennyi utána. Oda.
törik a kettesem. Hogy a tartozásod akadja a torkodon? Te tokány agyú. Én észre vesztem, a zenélődik. Gondolsz-e mit, te? Ide gyere! Te hova mész? Kellettek a kések. Imádom ezt a helyet. Ne nézz, segíts fel! Bossz. Róniuszor van nála, akkor miért... Ne. Nem, hogy elfogy az összes... materiál miatt annyira nem aggódok. És még az is. Moshi Arataki-ha ga nanika mondai o okoshitara, aitsura o hippatte demo ayamari ni iku yo. Elég gyorsan. De az autoklikker kell. De hármasokat nem vagyom. És még van több is. De egy ötös. Már ennyi? Mennyi el ennyi? Ez egy kettő, amit négy. Jó, simán fel tudom vinni egy 80-asra, mindjárt jövök. Még szerencsé, hogy kóba lehet egyáltalán craftolni. Csak bejött ez a bónyusz. És a monnával még rámegyünk. És még egy kevés. Pénzünk pedig pont elfogy. Pont hogy rohadjon meg az előtt. Hogy mondtam volna, hogy menjen? 350 marán maradt.
Tu ga ukineš, amikor befogom. Keveset még töltök. Hol a bívós játékra melegítek. Úgy ma... Az... Ja, ez még tele tölti. Én meg hülye vagyok. Na. Bossz idő. Boss idő. Ja, ott lent van egy... meg egy olyan is. Akkor hagyjuk. Pont a rossz fegyver van nálam. Na mindegy. Nem baj. Ez másra is jó az Aerosting. Főleg, hogy ingyen van. Ilyen fejvel... Tegnap értem egy rekordot. 28000-es krit. Arra tényleg. Megvan! Haha. Latos. Na, megvan. Bőven az 500000 is. De mennyi idő van még az eventig, azt még megnézem magamnak gyorsan. Négy nap, utolsó nap úgyis ledarálom majd. Darálni meg legfeljebb azt az egyet. Jó, bossz, akkor már nem kell legfeljebb. Jó, egyet beteszek. Ó, ő is lehetne 90 szintű. Pedig... Ja, elsősorban pénz, abból craft. Az az egy többi könyv. Ha!
Aha. Na. Valamerre, ahol van valami, ennek nem volt egy fütyingese. Na, a disztó végre eltűnt. Két furina van a kóban, akkor nem tud mind a kettő vizen menni. Ha. Nézzük csak meg. Nem le tudjuk tesztelni. Ha. Most tényleg. Ja, és az enyém is eltűnt. Most esernyőt adtam be. És most te mész a vizet. Nem mindegy túl messze. Ja, kicsit olyan. Menjünk csak lefelé, úgyis. Kérek, kérek, ne! És most? Haha. Na jó, vannak még ölnivalók. Csak utána nem váltott, nem váltottam le a fegyvert. Még mindig nem váltottam le a fegyvert. Hol le van a fegyveresem? Itt nem állt arra, de arra pop, ki mi? Na, hol mi? Van. Honnan szedtem pénzt? Na mindegy. Nem ide. Akkor irány a bíróság. Nagsanorin.
Hello, no name, Minikus. Yeah, check it out.Tudodnék egy akárcsak ilyen szinten egy ezt a többször elmondom streamekben egy Genshin Battle Royale-t ez tényleg hogy néz neki meg lehet, hogy borzalmasan instabil meg unfair lenne, de kipróbálnék egy olyat de 60 vagy legfeljebb 12 játékos beküldenek egy map részre. És csak egy maradhat. Jó, és bele a vízbe. Az nem lenne rossz. Ja, egy ilyen bajnokságot a játékon belül. Követelem a hajóvesztő, hogy vegyem be a csapatba. Jó, hát basszus, mert el is felejtettem. Jó, ezt még megcsináljuk utána. Szajó még kér segítséget. Para, hogy itt állnak. Hányos verzió ez most? Ja, 3.8 óta itt állnak. Figyelnek mereven. Nem erre, nem erre, nem erre. Szükrósz hoznám? Mi állít meg a baj, szükrósz hozzám? Semmi. Random csapat még mindig nincs. Szóval... Jó, ugye a random csapatot meg igyekszek, bár... Jó, mondom 3 pont... Azt hiszem a 3.8 óta vannak ott a hegyen. Ja, pont akkor voltak, amikor jöttek a Hydro Idol modellek az eventbe.
おっと、どぶる、おほ、あじゃく。あー、レニー。まだおしたかふっがんて。Jó, hogy jut eszembe, hogy ének kellenének még. Ó, az a korona. Mennyi? 16-ot. Hogy a mocskos. Na jó, akkor egyelőre ennyi volt a napi farm. Farmolás. Ezután már megyek a bányába. Fiaikat kiszedni onnan. Addig egy kis búcsúhill. まだ僕がいるのを忘れないで。出ちゃけで。6308ユニット。しっかり立ってな。メニメニメニチョコだ。メニメニバファレ。メニバファレ。オダオダ。おいおいおい。吸引テスト開始。Ja, szájú írta, hogy már megvan, na mindegy. Ja, szájúnak meg nem tudom mit írni, hogy... Félni normális, de... de nem... Ilyenekre nem tudok válaszolni, sajnos. Hát én se tudom. Merre? Tudom, hogy egy nagy gyorsat ott hagytam, az tuti.山となる。邪魔しないで。
Nem látod még? Eddig. Na, menjünk aludni, mármint a bányába feltérképezni egy kicsit. Mondjuk itt van a Archon Quest, úgyhogy meg legfeljebb még erre. Hosszú az út. Hosszú még az út odafele. Tudja, ugye? És te, all guests from the false lands, it's time to face the truth. Mintha próbáltatnám érzékeltetni azt, hogy milyen lesz a Dark Souls, ha elkezdem kutyapár csatornáján, de... Azt így a Genshinben lehetetlen. Szerencsére. Legfeljebb, ha egy szintes karaktert hoznék be, az... Körülbelül hasonló élmény lenne. Mert ez eltalált volna? Például? Meg ez is? Kétszer? Meg még hátra is csak? Na, egy ilyen ellenfél ott, az biztos. Partizán, menjek!
Over. Jadik, szerintem eltűnök egyet. Szünetet tartok. Egy pillanat és jövök. Addig vigyázz, Finomora. Pesgőd meg. Ne borítson föl. には決まった判定基準がある。だから真面目な姿勢で勉学に励み、修練さえ積めば合格できるんだ。そう難しいことじゃない。Itt vagyok. Na. Izgalmas volt legalább a szék stream. Most kell a segítség, most kell. Bizony. Egy kicsit nagyon. Hát de mi az a... Meg nagy, nagyon jó van, a kurva anyára te tetve szar. De ez annyi staminám nincs. Ez mekkora egy nyomoskos nyomorú szarság. Ezért nem szeretek kóban játszani. Felfedezőset. Ez az Unfair Bösz meséget, aki kitalálta. Hogy basszus, futok, mint a kurva élet, és nem tud elmenekülni. Egy helyben álltam. Végig. Aztán mondtam, hogy megyek. Te hol vagy? De szerintem én folytatom a sztorit. Uaa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 a
見ろよ、誰かいるぞ。Legjobb lesz, hogyha szétválunk. Uaaaaa! Aikawarazu pukimi na tokoro da na. Shirabeeru hitsuyou ga nakattara, oira zettai ni konna tokoro konakatta zo. Miro yo, dare ka iru zo?旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは。どうしてエイヒがここにいるんだ。いつもはリーユエコーで仕事してるだろ。なんでまたこんな人のいないところに。ああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだ。だが双眼鏡園の底がこんな風になっていたとはね。私もこの目で見るのは初めてだ。ああ、それよりも二人にお願いがあるんだ。何者かが私のことを探していてな。もし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないか。え、何があったんだ。でもって semmi illegálisat ugye。違うんだ、でも説明すると長くなる。とにかくうまくごまかしてくれ。じゃあまたな。Akkor fedezzük fel a kezemet. Na, ez szuper jesztő történt itt. Mit rejteget itt? Kérlem. Ügyvéd, amúgy is. Legyen ilyen naív. Világ bonyolult. Készünk fel a legrosszabbra. És láttad már őt? Te vagy naív és komplikált. Oi! Szakonó mai! Hé, ti! Igen, ti! Valaki jön? どこかで聞いたことあるような。ちょくね。まさかこんなところでお前らに会えるとはな。なんだ、休暇でも満喫中か。でね、ヴァカーツィオンはいっとく。アザジャーランディショゾーニーイトウ。お、お前たちその様子からして相変わらず愉快に過ごしてるみてえだな。俺様もだぜ。あれ、お前の後ろにいる人って。初めまして。新たき派の久喜忍です。忘れるところだったぜ。紹介してやる。こいつは俺ら新たき派の中でも一番のやり手、忍だ。荒滝派の人だったんだな。こいつは花見坂で活動する凄腕なんだぞ。やせなもたちゃべいじ。荒滝派に入んのも当然の流れだな。キーラーシュベイシュマル。パーリベンバマータラコスンバラウタナ、アルテウタナ。シノブがやってくれてる。なんなら、お前たちの面倒もシノブが見てやってもいいぞ。親分の友人ならば私の友人でもある。旅人にパイモン。二人とも会えて光栄だ。お、いいやつだな。じゃあ、お
夜もしのぶって呼んでいいか？え、しのぶ？ああ、今後ともよろしく頼む。実は近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだ。でも一等、さっき新たき派の厄介事はしのぶがやってくれてる。あるんですね、なんだかる。なめらせがせふうな。しのぶの方が親分にふさわしくないか？バカなこと言うんじゃねえ、パイモン。親分はこの俺様に決まってんだろ。天上天下、花見坂、荒竹屋の親分はこの俺様以外にありえねえ。なるほど、ダメ親分と凄腕の部下ってとこだな。おい。まあいい、お前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないこと。ここは俺様が大人になってやる。それよりも本題に入ろう。お前ら桃色の髪をした方なんとかかお見なかった。物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。リーユへの法律家で名を縁妃という。二人なら知ってると思ったんだが。知り合いだなんて、そんなことありえない。あ、そんとし、おおほう、会ったことあるみたいだな。おいら、何も言ってないぞ。デタラメ言うなよ。ビクビクしてんのが見え見えだぜ。どうやら図星のようだな。嘘をつくとき、人は無意識に目が泳ぐものだ、パイモン。だが安心してくれ、私たちに悪意はない。お前ら、縁妃のことを知ってるのか？知ってるも何も、そいつは俺様の命の恩人なんだ。命の恩人？あれ、そういえば、二人は何しに双眼鏡園まで来たんだ？見つけやしたかけすんめん、もしいっぱいもないきちらしゅう。最近稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか？忍は卒業証書を取りにリーユエに来たんだ。だが一人で遠出するのは危険だろ。だから俺もついてきたってわけだ。卒業証書？リーユエの学校にでも通ってたのか？ああ、リーユエの同文学塾で法学を学んでいた。ただ残念ながら卒業前に一度実家へ帰ったところ、ちょうど鎖国が始まってしまってな。それで卒業証書をもらうのが数年遅れてしまったんだ。リーユエ校で用事を済ませるため並んでいたところ、親分が戦艦軍と揉め始めてな。連行されそうになった親分を通りがかった縁妃さんが助けてくれたんだ。あの恩人の助けがなければ今頃はリーユエの牢屋の中だ。だからその礼に彼女を手伝ってやりてんだよ。だが手伝いは不要だと言われちまった。そんなことありえると思うか？生きてりゃ何かしら困ったことに遭遇するもんだろう。大丈夫か、整理しちゃっても。彼女の後を追っていざという時に助けてやろうと思ったんだ。どうにか usually repay acts of kindness like this。 鬼バーバが言ってたんだ、男なら恩に報いるべきだってな。たとえ剣の山に登り火の海に飛び込むことになろうとも、この新たき一頭、あの法律家を助けると心に固く決めたんだ。じゃあもし縁妃がお前の助けを必要としてなかったらどうするつもりなんだ？そんなことありえねえな。絶対にありえねえ。旅人。プロバルティペカタニシナブ。あら。ザワリュペギト。ミンフェアラメン。おお、そうか。オンニキンゼ。んじゃ。俺たちは探しに行く。出発すんぞ、勝負。恩人さん、
俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよ。ありがとう。じゃあまた。さっきわざとイットに嘘ついただろう。多分シノブはお前の言ったことを信じてなかったと思うぞ。それかイットがあまりにしつこいからエンヒに迷惑かけないようにシノブも配慮したのかも。あのシノブってやつなかなか切れ者だな。これでもエンヒを探すやつはいないはずだ。後で本人に会ったらこのことを教えてやろうぜ。よし、じゃあオイラたちは柱がぶつかったところに行こう。Chapter Perilous Terrain and V Mechanic. Jo. Jo, kosta 3, nem morultat még le kéne vernem bosszúnak. Becsapódott, de már leveg. な見た目をした兄ちゃんだがあまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないがあいにく今日は用事があってな。うん、わざわざこんな変なところに来るなんて一体どんな用事なんだ。まさかお前も冒険者になりたいとか。私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回この双眼巨炎に来たのもある遺言のためだ。遺言？ああ、とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると失った法宝を取り戻したいらしい。法律家ってそんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだ。もちろんこのような依頼は多くない。それに双眼巨炎もそう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。うわあ、誰だ。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨炎にまでやってきて私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。イエランがいるところで私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ一体何者なんだ。彼女はイエラン、リーウェの一応総務士に勤めているってことでいいのか。とにかく私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りにはたまたま仕事で来ていたの。君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨炎を観察することよ。君たちがここで何かするなら規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが。
昔のよしみで、この遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああ、もちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバーヤからいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら、どうしてイットがここに？くそ、わざと違う方向教えたな、旅人。俺様の味方じゃなかったのかよ。待ちなさい。ん？誰だお前。悪いけど、ここ一帯は双眼という名の用地、部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな。警告も策もねえくせに入るなだと？本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここってそんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。だからこそ二人についてきてほしくなかったんだ。あれほど断ったというのに無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人、リーユエの法律家として名高い縁起、私はこの二人の立場と行動を信頼しているから、ここでの活動を阻止しなかった。でも君たちの場合。ああ、どういう意味だ。この俺様が有名じゃないと？それともなんだ、俺様が何か企んでるとでも思ってんのか。君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに縁起は君の助けを必要としているように見えないけど。はっ、そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか。そんなこと一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前、落ち着いてくれ親分。彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面からぶつかってはいけないというのに。私たちはこの地の事情を知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れないと言ったらどうする？親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人間に勝てると思ってんのか。いい度胸じゃねえか。旅人と縁起の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へへ、面白え。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんならお手並み拝見と行こうじゃねえか。待ってくれ親分、ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それをこいつに何ができるってんだ。この私がただのジョークを言っているとでも。まずい、本当に喧嘩するつもりだぞ。ちょっと待った。事の発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて。まずい、これは。あ、話をそらすな。俺様はうわ。えいたたたたた、一体何が起きたんだ。おい、大丈夫か。本を下敷きにしただけでは衝撃を防げなかったか。これはどこ
こなんだ、ここ。え、つ、つ、つ。おい、みんな、大丈夫か？はあ、とんだ災難に見舞われたものだな。オイラたち、一体どれくらい落ちてきたんだ？先ほどの混乱中に地盤が崩れたようね。もしかしたら元素力が作用して。俺様のせいじゃねえぞ。あんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろ。部外者の侵入を阻止する、それが私の仕事よ。責務を貫くのがひどいというのなら、君の心いくらなんでも弱すぎるわ。てめえ、俺様は屈するのが嫌いなだけだ。親分、口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ。忍、お前どっちの味方なんだよ。事実を言ったまで。気持ちはわかるが、すぐに頭に血が上って喧嘩ばっかり。それで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが。一等のやつ、口ではイエランに負けるし、忍にも叱られている。完全に立場ないな。むかー、なんだと。オイラと一等一緒にするなよ。おいおいおいおい、そりゃどういう意味だ。喧嘩売ってんのか。おいらは事実を言っただけだぞ。イットがバカだってことは常識だろ。この俺様がバカだと。ちゅ、お前なんか空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ、ふにょーい。ならおいらだってダサいあだ名をつけてやる。そうだな、お前は牛使い野郎だ。ふっ、今度から牛使い野郎って呼んでやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。この高さ直接登るのは不可能ね。他の道を探さないと。みんな、おしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど、伝えておかなきゃいけないことがあるわ。双眼巨炎はリーユエでも神秘に包まれた地で、数年前の採掘事故によって封鎖された場所。ここでは見ない、聞かない、質問しないを守って行動してくれるかしら。知らない方がいいこともあるものなの。原則として私は皆を敵に回すようなことはしない。どうか君たちも守秘義務がある私を困らせないでほしい。もちろん出口を探すため私も尽力するわ。は？なんであいつ行っちまったんだ？きっと出口を探しに行ったんだろう。イエランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だ。ここは黙って行かせよう。基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできない。だから本当のことを二人には伝えられなかったんだ。すまない。私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきた。その方法は何年も前にいずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだ。そして目撃者によると、その方法を受け取った男は双眼巨炎へ向かった後行方不明になったという。双眼巨炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だ。たとえその者が争いの中で亡くなっていたとしても、私は方法を取り戻すのに最善を尽くしたい。依頼主の願いを叶えるためにもな。さっきイエランが話したことも全て事実だ。双眼巨炎には危険が潜んでいる。お前たちも身をもって体感しただろう。今はこんな状況なんだ。力を合わせて突破口を探すしかない。本人がそう言うんなら、まあここは顔を立ててやってもいい。こっからは全員仲間だ。一応あいつも仲間として見てやる。イエランって総務士で働いてるんだよな。なんだか妙にすごそうな人だったけど、総務士の仕事って
ああいった能力まで必要なのか。まあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない。彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだ。ただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ。一体どんな仕事なんだよ。こんなしけた場所で働かないといけねえなんて。はっ、おいら知ってるぞ。冒険者だろ。なんだよその顔。オイラたちも同じような感じだし、間違ってないと思うぞ。お前、なんだか最近ケチになったな。肩書きぐらい借りたっていいだろう。そうだぞ、旅人。お前はパイモンの親分だろ。親分なら親分らしく子分を可愛がってやらねえと。オイラたちはそんな関係じゃないぞ。パイモン、親分の突拍子もない発言は気にしないでくれ。ふん、忍がそう言うなら、よろしてやる。おい、親分はこの俺様だぞ。俺が譲歩してやってんだ。まさかここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら。一体ここには何が。食料と水は持ってきている。もし必要なら言ってくれ。おお、さすがだぜ。牛使い野郎は賢くないけど、お前の部下は頼もしいな。俺様もそうってだと。俺様だって賢いっつうの。前方に何やら入り口があるようね。奥に道が続いているみたいだわ。どこに繋がってるんだろう。行ってみようぜ。秘境の入り口があるなんて不思議だな。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。こんなところに。あ、今しがた降りてきたところだ。轟音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。ならオイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず風のように現れて風のように去っていくな。さっきのんちゃん、かなり気合入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせにその自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはずば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ、わかったわかったよ。オイラはイエランがいると安心感が増すけどな。牛使い野郎、
外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろ。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。手をつなぎましょう。左、パッチョ。この
のお家にいらっしゃい。ラブサのリン、いや、そこだ。よっ、くらえ。運命には逆らえません。お、やっと。ラブ、邪魔をするな。セーフ丸見えね。ブン、そこだ。くらえ。トン、リン、リン、しっかり立ってな。どうなってやがるんだ。オイラたち戻ってきちゃったのか。ここさっき通った場所だよな。うん、出発地点のようだな。俺らは道を間違えてねえはずだ。ずっと出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら道を間違えてねえよな。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてると、タヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。夜が明けるまで抜け出せないとか。キダショーのことだな。オイラも知ってるぞ。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いられ、俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。こういう時はそいつを呼べばいい。イットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。なんていうか肝が据わってるな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。いでよ牛を。こいつが荒竹派の隠れ構成員、牛尾だ。うん、おう、牛尾が挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛尾か牛兄貴って呼んでやってくれ。牛尾は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛尾、俺たちのために道を切り開け。どうしたんだ。道に沿って全部探したらしいが出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ、俺様が見てくる。気づいたか。最初私たちは上の方から落ちてきた。つまり高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体これはどういうことだ。この地底の建物は思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺岩壁だらけだな。もしかしてオイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないんじゃないか。おい、なんだ、怖くなったのか。お前が怖がってんの牛尾は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ、いいえ、俺たちが守ってやる。
Ez még a Liyue meg Sumeru közötti területnek a Archon questje. Ezt még félrehagytam. De valahogy én is úgy emlékszem, hogy a... Amit erre én is úgy emlékszem, hogy ez az eventhez volt köze. Csak ezt kell megcsinálni ahhoz, hogy az event elérhető legyen. それにしても、さすが荒滝派の親分だ。ヒットさんは統率力に優れているんだな。それほどでもねえよ。それから、俺様に、サンなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。助け合わねえとな、タイワン。怖いなら、俺様が目を覆ってやるぜ。 どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった？それに、さっきちらっとだが、人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなければいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ。俺様が言ってんのは、 姿が消えたりするほど化け物だよ。ん？イット、お前まさかお化けが怖いのか。あらら、バレてしまったみたいだな、親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イヒヒ、イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。 牛使いやろう。怖いならおいら様が目を覆ってやるち。うん、どうやら他にやることを探して、この緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きすみれ売りだ。 美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっちがいい？そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ、心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ。 親分が首を突っ込まないようにしておくから。うん、食べ物を焼いているのか。エンヒさんもどうだ？いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば、忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは、私がリーユへの学校に通っていた時のことだ。エンヒさんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業？ ああ、思い出した。確か冬だったか。みんな、エンヒさんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると、私はエンヒさんのことを先輩と呼んだ方がよさそうだ。うん、悪くない呼び方だね。気に入ったよ。いや、まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これもある種の縁というものだろう。 ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから、学生の中でもかなり人気があったんだ。<笑>忍はお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。イエラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか？なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、 心して聞いてくれるかしら。もし、このまま道が見つからなかったら、しばらく地下で過ごすことになるわ。うん、やはりそうなるか。わかった。でも、入ることができて、出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き、試行錯誤してみるつもりよ。
みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな真剣な顔して何かするつもりか？Jó, azt hiszem. Én most hazamegyek. Akarom mondani, hazamegyek. És ennyi lett volna már ez a stream. Második felére rohadtul elfáradtam. Holnap találkozunk. Vagy pont az a két kő. Szevasztok!